Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ahogy megszokhatták, hetente jelentkezünk exkluzív élő másfél órás interjúval Robert C. Castell-lel, amelyben az Önök által feltett kérdéseket is rendszeresen megbeszéljük. Nagyon inspiráló, hogy a visszajelzésekből látjuk, a világ minden tájáról vannak nézőink, a történelmi Magyarországon és Európa számos országán kívül olyan távoli helyekről is, mint Kanada, Ausztrália vagy éppen Hongkong. Különösen köszönjük, hogy egyre többen csatlakoznak a Hetek Podcast támogatói körhöz, és ilyen módon is támogatják munkánkat. A támogatói kör tagjai számára folyamatosan készítünk exkluzív tartalmakat és számos adásunkat, már a megjelenés előtt is elérhetővé tesszük a számukra. Szeretném még a figyelmükbe ajánlani Robert C. Castell két könyvét, mind a kettő új kiadásban kapható. Az egyik a Verekedő hegyek között 77 jó tanács a világrendváltáshoz című könyv, amelyet Király Tamás szerkesztett, és a másik pedig az orosz-ukrán háború kommentárjait tartalmazó függőleges koporsó harmadik bővített kiadása. Mindkét könyvet a szerző Robert C. Castell dedikálja olvasóink számára, a megrendeléshez a tudnivalók a leírásban találhatók. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és következzen akkor tehát az exkluzív élő fórum Robert C. Castell-lel. Megjelent a Manfred Webernek, az EP választásra készülő Európai Néppárt vezetőjének egy nyilatkozata, de ő azt mondta, hogy az Európai Unió biztonsága az erős külpolitikára és önálló védelmi képességekre van szükség, beleértve a saját nukleáris potenciált is, amit aztán úgy fordítottak le többen, hogy hát Európának saját atomfegyverre lenne szüksége. Hogy látja, mennyire szolgálná ez Európa érdekét, Európa biztonságát? Én azt hiszem, hogy valaki egyszer azt mondta, talán egy brit miniszterelnök volt, aki azt mondta, hogy az atomfegyver kicsit olyan, mint egy smoking, annélkül nem engedik be az embert a klubba. Tehát van egy klub, amiben ha be akarsz lépni, kénytelen vagy fekete nyakkendőt venni, és smokingot, és felöltözni rendesen, különben nem engednek be. Tehát ugyanez áll az atomfegyver, az atomhatalmaknak klubjára is. Tehát ahhoz, hogy Európa valódi hatalom legyen, kénytelen lesz ezt a csak fekete csokor nyakkendőt beszerezni magának. Talán ez az első dolog, amit mondhatnék. A másik dolog az, hogy Franciaország se egy teljes értékű atomhatalom már igen régóta. Tehát egy igazi atomhatalomnak általában két olyan technológiai képessége van, ami atomhatalommá teszi. Ez a triád, az úgynevezett nukleáris triád, vagy háromszög, ami azt jelenti, hogy van egy levegőből, földről és a tengerről, vagy a tengerről is be tudnak vetni atomfegyvereket, és a második dolog pedig a második csapásnak a képessége. Most Franciaország felszámolta ezeket a földről indítható nukleáris rakétáit, már csak a légi meg a tengeri lába van meg ennek a triádnak, ugyanakkor zárójelben megjegyzem, a briteknél már csak egy van, már csak a tengeri van, már a légi triád se létezik, mint önálló brit csapásmérő erő. Tehát Európának nem csak pusztán atomfegyvert kéne beszerezni, hanem célba jutató eszközöket, a képességet arra, hogy egy nukleáris triádot építsen ki, és hogy meglegyen ez a második csapásnak a képessége. A kérdés az, hogy mi az, hogy Európa? Tehát mióta van Európának hadserege? Tehát Európának először kéne legyen egy szál katonája, amire azt lehet mondani, hogy ez egy európai katona, és akkor közvetlenül utána lehetne tárgyalni atomfegyverekről is. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy kicsit a szekeret fogtuk a ló elé ezzel a kérdéssel. És az utolsó gondolat itt, hogy nagyon-nagyon érdekes, hogy voltak Franciaországnak nagyon markánsan európer és az európai gondolat mellett elkötelezett elnökei. De annyira bolondok ők sem voltak, hogy a francia nukleáris csapásmérő erőt egy európai döntéshozatal rendelkezésére bocsássák. Én azt hiszem, hogy Európának itt van egy nagyon-nagyon súlyos dilemmája. Európának a dilemmája az, hogy mi biztosítaná legjobban a biztonságát. Az, hogy a NATO keretén belül próbáljon egy kollektív védelmi rendszert kiépíteni, vagy pedig egy saját védelmi rendszert kiépíteni. És megvan a veszélye annak, hogyha Európa úgy dönt, hogy mégis egy saját védelmi rendszert épít ki, megvan a veszélye annak, hogy a NATO nélkül marad. Pontosabban az Egyesült Államok nélkül marad, és ez igen kellemetlen dolog lehet. Tehát ne felejtsük el, hogy az elmúlt évszázadban az Egyesült Államoknak kétszer be kellett avatkozni Európában, mikor Európa sorozatos öngyilkossági kísérleteit elkövette, az Egyesült Államoknak kétszer be kellett avatkozni a kontinensen, és nem véletlen, hogy sokakat ez az időszak a
a múlt század 20-as éveire emlékeztet, mikor az Egyesült Államok visszavonult egyfajta izolacionizmusba. Nem mondok izolacionizmus, hanem egyfajta izolacionizmusról beszélnék, és ettől tartanak az európaiak, és igen joggal tartanak tőle. És ez egy olyan dolog, amit Európának magának kéne eldöntenie. Viszont el kell dönteni a dolgot. Tehát a legnagyobb veszély, és ezt többször elmondtam már, az, hogy a két cég között a földre esik Európa. Se a saját képességeit nem fejleszti ki, se nem gondoskodik arról, hogy magához kösse különböző lojális cselekedetekkel Amerikát. Tehát vagy-vagy, nem lehet ennélkül maradni. Vagy az egyik, vagy a másik irányba el kell indulni, és én azt hiszem, hogy a Európa már túl hosszú ideje gondolkodik ott a sík mezőben kettes út előtt. Hát én úgy gondolom, hogy egy ilyen hadseregnek van egy igen komoly gazdasági ára, és egy igen komoly belpolitikai ára is. Hát mindenki egy ekkora álló hadsereg, egy európai álló hadsereg, az fenyegetést jelentene az európai tagállamoknak a szuverenitására, a biztonságára, a választóik döntésére, hogy ki legyen a miniszterelnöki, ki üljön a miniszterelnöki székbe. Ezeknek a dolgoknak megvan az ára. És nem véletlen, hogy a demokrácia a történelem folyamán az általában a tengeri hatalmaknak volt a luxusa. Tehát nem véletlen, hogy Athén sokkal demokratikusabb volt, mint Spárta, és a britek sokkal, Nagy-Britannia sokkal demokratikusabb volt, mint Németország. Azért, mert flottával nehéz leverni egy tüntetést, hadihajókkal nehéz leverni egy tüntetést. Tehát, viszont ulánusokkal ezt igen könnyű megtenni, ezt a dolgot. Tehát verni a tüntetőket a Párizs főutcáin, ezt meg lehet tenni lovassággal, hadihajókkal nehéz megtenni. Nem véletlen az, hogy a tengeri hatalmak általában demokratikusabbak voltak a történelem folyamán, és egy ilyen európai hadseregnek meg lehet a böjtje is, ami a belső szabadságot illeti. Még egy gondolat az előző kérdéssel kapcsolatban. Igen. Valaki egyszer azt mondta, és itt plágiumot követtek el, mikor ezt megismétlem, valami olyasmit mondott, hogy aki nem hajlandó a saját katonáit finanszírozni, az kénytelen lesz más katonáit finanszírozni. Hát, ha nem a te katonáid lesznek azok, akkor majd valaki más meg fog szállni, és akkor az ő katonáit lesz kénytelen finanszírozni. Tehát ez az, ami ezt a kérdést illeti. Ami Svédország kérdését illeti, tisztában kell lenni, hogy Svédország egy önálló katonai potenciállal bír, egy olyan államról van szó, amelyiknek valamikor atomprogramja volt, nem tudjuk pontosan, mi lett evel az atomprogrammal. A 2000-es évek elején fölkrákogtak néhány tucat kiló plutóniumot, ami hirtelen előkerült a sufniból, mint a Mici Mackónak az almáriumából a mézesbödön, hirtelen, hogy előkerült némi plutónium Svédországba. Van egy legalább 100 éves vegyi fegyverprogramjuk, van egy igen markáns hadipar a Svédországnak, tehát Svédország mindenképpen egy jó bázis, és fontos adalék a NATO-nak. Ugyanakkor abban is tisztában kell lenni, hogy ami az Oroszországgal való viszony jelenti, Oroszország mindig is úgy tekintett Svédországra, mint egy potenciális ellenségre, meg a nyugatnak a részére. Tehát, hogy most papírral vagy papír nélkül ez talán kicsit kevésbé fontos, és már az 50-es években igen komoly, mikor Svédország már nagyon, nagyon komolyan vette a saját önkéntesség, saját semlegességét, akkor is igen komoly egyeztetés folyt a NATO-val, egy esetleges Szovjetunió elleni háborúval kapcsolatban. Tehát ennek megvannak a történelmi alapjai, és én azt hiszem, ez fontos hozzátevő lenne a NATO-nak. Én nem vagyok benne biztos, hogy Svédország szempontjából ez most olyan jó ötlet csatlakozni a NATO-hoz, mert egyenlőre élvezik a NATO-tagságnak a minden előnyét a hátrányai nélkül. Tehát az, hogy van közöttük és Oroszország között egy puffer, amit úgy hívnak, hogy Finország, ami nem kerül nekik semmibe tulajdonképpen, ez egy óriási haszon. Tehát kitörhet egy háború a NATO és Oroszország között, és Svédországot nem éri támadás, és meg van védve a puffer által. Abban a pillanatban, hogy Svédország NATO tag lesz, ki lesz téve direkt orosz támadásoknak abban a pillanatban, és nem hiányzanak surlódási pontok a Balti-tengeren Svédország és Oroszország között. Ez is olyan dolog, ami legalább 4-500 évre tekint vissza. És egy kicsit szélesebbre nyitjuk a NATO kérdését, egy 75 éves intézményről van szó, megelőzte még a Varsói Szerződésnek a létrejöttét is, és így a létrehozása óta alapvetően megváltozott Európában a biztonsági környezet. Mennyire van meg egyáltalán NATO-nak a létjogosultsága? Két irányból szokták mondani, hogy akár a NATO-t ki lehetne bővíteni Európán kívüli tagokkal, egy másik irányból pedig azt érvelnek, hogy tulajdonképpen feleslegesé vált, és akár föl is lehetne oszlatni.
Én azt hiszem, hogy feleslegesnek, biztos nem felesleges a NATO. A kérdés az, hogy a jelenlegi struktúrájában megfelel-e az új többpólusú világnak. Tehát semmi nem garantálja azt, hogy az a konstruktum, ami jól működött a hidegháború alatt, és utána pedig az egypólusú pillanat éveiben, releváns még ma is. Tehát én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok mindenképpen egy globális szervezeté próbálja kovácsolni a NATO-t, megpróbálja összevonni a távol-keleti, mondjuk hogy a Csendes-óceán térségi szövetségeit és az Atlanti-óceán térségi szövetségeit, megpróbálja összekapcsolni őket, és Európa minden óckodásával együtt föl fog tenni egy olyan ajánlatot Európának, aminek Európa nem fog tudni ellenállni. Tehát Európának meg lesz az a dilemmája, hogy most vagy csatlakoznak ehhez a globális amerikai konstruktumhoz, vagy pedig kérdésessé válik, hogy az Egyesült Államok továbbra is be fogja fektetni azokat az erőforrásokat az atlanti térségbe, amiket eddig befektetett.